Jó reggel, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. július első napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin piacokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás. Ezek csak a Csárpánk reggeli dünnyögései. Két érdekesség, mielőtt nekiugrunk itt a hét indító videónak. Ez az első, amit szeretnék mutatni nektek. Ugye kifutottak múlt hét végén a második negyedéves bitcoin opciók, mint egy 6,5 milliárdos értékkel, és nekivágtunk a harmadik negyedévnek, és ennek a opciós összefoglaló táblázatnak a kapcsán annyit látok jelenleg, hogy egy 2,6 milliárdos nyitott szerződésállomány van szeptember végére, tehát harmadik negyed év végére, ez ugye kevesebb, mint a fele annak az állománynak, ami most júniusban kifutott, úgyhogy egyelőre nem nevezhető kifejezetten magasnak az opciós piaci pozícionáltság szeptember végére. Az érdekességek ezen a csárton azok úgy néznek ki, hogy a max pain price, tehát ahol a legtöbb szerződés érték nélkül fut ki, az jelenleg 55 ezer dollárnál van, ez lejáratig még változhat ahhoz képest, hogy érkezik-e be Open Interest, ugye látjuk, hogy alacsony az Open Interest arány, tehát jöhet még sok szerződés, és módosíthatja ezt a Max Payne Price-ot, és igazából, amit szerintem érdemes látni, hogy itt van ez a nagy zöld oszlop, ez azt jelöli nekünk, hogy long call szerződésekkel, főleg a 90 ezer dolláros szintet célozzák jelenleg az opciós befektetők. Nyilván, hogyha a 90 ezer dollárhoz hozzáadjuk a szerződéseknek az aktuális prémiumát, akkor azt lehet elmondani, hogy nagyjából a befektetők azok legnagyobb számban a 100 ezer dolláros bitcoin árfolyamra lőnek, és itt lefelé put oldalon pedig van ilyen 48 ezer dollár magasságában egy kiemelkedő Oszlopunk. Ez az én számomra azt jelenti, hogy az intézményi befektetők, ezek itt valószínűleg hedge pozíciók, és igazából a 48 ezer dolláros szintet vették meg ilyen fedezeti pozíciónak. Tehát az én számomra ez a ez így jelenleg azt kommunikálja, hogy az intézményi befektetők szeptemberre nem számolnak, szeptember végére egy 48 ezer dollárnál alacsonyabb bitcoin árfolyammal indul a negyed év, majd figyeljük itt közben, hogy hogyan változik az Open Interest az opciós piacon. Ez csak egy gondolat, a hétvégén jutott eszembe, figyeljem itt ezt a turparlét, ami zajlik az Egyesült Államokban a két elnökjelölt között. Sokszor elmondtam már, hogy gyakorlatilag katasztrófa, hogy e közül a két ember közül lesz kiválasztva a világ vezető hatalmának következő vezetője, de mindegy, nem is ezt szeretném mondani, hanem én látok egy olyan percepciót mostanában a közösségi médiában, hogy itt a legutóbbi elnökjelölti vita és ott a Bidennek a leszereplése kapcsán beindult az a fajta ilyen kriptospekuláció, ha a Biden idő előtt visszalép, és nem ő lesz a demokraták jelöltje, akkor az majd Überbúlis is lesz a kriptónak. Ezt szeretném, ha egy picit átgondolnátok logikusan, hogy biztos-e ez tudni Azt ugye látjuk, hogy az Egyesült Államokban gyakorlatban már évek óta nem a Biden irányítja az országot, hanem a mögötte álló ilyen demokrata establishment, aminek a politikájának az egyik lényegi eleme az anti antikriptó hozzáállás. Ott és olyan formában próbálnak rálépni a kriptónak a nyakára, ahol csak, ahol csak tudnak, és hát jelenleg a helyzet az paradox módon úgy néz ki, hogy ha a Biden papa valahogy eltámolyog az elnök választásig, akkor ott jó eséllyel a Trump őt meg fogja verni, és nem azért, mert a Trump egy zseni, hanem azért, mert a Biden az gyakorlatilag lassan semmire sem alkalmas, de az biztos, hogy az Egyesült Államok elnökének nem. És ugye sokan most, most itt hőzöngenek, hogy akkor a biden váltsák le, és ez a kriptónak bulis lesz. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen a kriptónak az egy beris fejlemény lenne, hogyha a demokraták visszahívnák a biden és előállnának egy olyan jelöltel, aki prezentációképes, beszédképes, kognitív funkcióinak a tudatában van, és ad abszurdum meg tudja verni a Trumpot, tudnilik, az egész demokrata rendszer úgy épül föl, hogy jól láthatóan amúgy sem az elnök irányítja az Egyesült Államokat, hanem az a demokrata háttérhatalom, aki a Bidennel is elbábozta gyakorlatilag nekünk az elmúlt pár évet, és hogyha a Biden nem sétál bele így egyenesen elnökjelöltként egy vereségbe novemberben, hanem a demokraták előjönnek egy olyan jelöltel, aki meg tudja verni a Trumpot, akkor annak az esélye növekszik szerintem, hogy ugyanez az establishment, ugyanezzel az anti-kriptó politikával kap majd még négy évet az Egyesült Államokban, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit odafigyelni arra, hogy mi a zaj, és elgondolkozni azon, hogy mi a hozzáállás. Én azt mondom, hogy a Bidennek a visszaléptetése és egy használható jelöltnek a bemutatása nem biztos, hogy jó lenne a kriptovilágnak. Opciós piacok, hét kezdet van, úgyhogy Gyorsan ránézzünk, hogy mi újság az opciós piacokon, megnézzük a Bitcoin volatilitást, volatilitás pincében lehet látni, hogy egyéves volatilitás bőven az első harmadban van. Itt a minimum értékünk valahol 30 körül volt, a maximum pedig 83, és most egy 44-es értéken vagyunk. Ezt mutatja az iv is, gyakorlatilag extrém alacsony, egy 24-es értéken van. Sokszor elmondtam már, az alacsony IVIRánk az azt jelenti, hogy a hosszú távra nyitott szerződések, azok olcsók jelenleg az opciós piacokon, tehát mind long irányban kolszerződések vásárlásával, mind Short irányban put szerződések vásárlásával a hosszú távú pozíció felvétel az jelenleg olcsó az opciós piacokon. Nézzük meg szokás szerint, hogy péntekre mi az a 70%-os valószínűségű volatilitási zóna, amit a bitcoin piaca, egészen konkrétan a derivit opciós piaca áraz nekünk. 16-os deltát itt a put oldalon 60.500-nál találjuk, és egy 11 és 18 között 66-67 tehát mondjuk azt, hogy 60.500, és 66500 dollár között, van jelenleg az a zóna, amit egy 70%-os valószínűséggel ár az erre a hétre, illetve hétzárásra volatilitási zónának az opciós piac a bitcoin tekintetében. És átmegyünk az Ethereum táblára is, és ott is megnézzük, hogy mi az aktuális 70%-os valószínűségű volatilitási zóna. 15-ös deltát 3300-nál látjuk a put oldalon és nagyjából ilyen 3700 dollár környékén a call oldalon, tehát azt lehet mondani, hogy 3300 és 3700 dollár közötti etereumot áraz péntekre 70%-os valószínűséggel az opciós piac a deribitán. Bitcoin grafikonok volt egy hózárásunk, és ilyenkor érdemes egészen magas idősávon egy kicsit rátekinteni a bitcoinnak a grafikonjára. Ezt a rendkívül medvés grafikont látom. Én itt havi idősávon azt látom, hogy van három longba rendelkezett mozgó átlagunk, a mínünk az emelkedik valahol 36 ezer dollárnál, és hát folyamatosan magasabb csúcsokat és magasabb mélypontokat látok. Nyilván sokak szerint a bitcoin halott és megy le zéróra. Nekem azért úgy tűnik sok éves időtávban, hogy ebben az eszközben ebben lehet valami. Igazából a 2021-es Bika piacnak ebben a felső deviációs zónájában konszolidálódik jelenleg az árfolyam egy csökkenő forgalommal. Nyilván valónak, akinek ez a biasza, az gondolhatja erről azt, hogy itt most minden vége van, ez egy utolsó felszúrás, és megyünk lefelé. Én ezt egy ilyen bullis konszolidációnak gondolom, és azt, hogy érdemi zuhanás nélkül tudunk a korábbi csúcskörnyéken konszolidálódni, ezt én mindenféleképpen egy magas idősávú vagy long is jelnek tekintem. Azt látjuk, hogy az eresi az egyelőre kitámolygott a nagyon bikás 66 fölötti zónából, a teljes 2020-21-es Bika piacban a legnagyobb rohanás akkor volt, amikor ebben az extrém zónában, illetve még afölé tudott száguldani az eresinek az értéke. Most jelenleg azt látjuk, hogy ilyen 66-nál van, ami még ne értsetek félre, egy jó erős érték, de jobban szeretem, amikor az eresi 70-es, 75-ös, 80-as értékeket mutat, mert akkor a bikás momentum jelöli nekünk azt, hogy az árfolyam rohan, rohan felfelé. Konszenzió tábla. Azt látjuk, hogy ezen a héten egy 2 per 9-es indikációval megyünk neki a piacnak. Hetes idősávon van egy medvés keresztezésünk a két rövid mozgó között. Jelenleg a közepes mozgó átlag 66 ezer pár száz dollárnál van. E fölött kellene mozogni a bitcoinnak ahhoz, hogy ismét visszakapjuk a 3 per 3 kitettséget. Hetesen jelenleg 2 per 3 a kitettség indikáció. Innen, ha tudnánk pattanni, annak az lenne az érdekessége, kicsit kihúzom nektek, hogy látszódjon, tudja mutatni, hogyha itt csinál egy könyököt az árfolyam, akkor tudnánk kapni egy nagyon szép trendfolytató divergenciát, ami valahogy így néz neki a bitcoin piacán, eresiben alacsonyabb mélypontok, az árfolyamban pedig magasabb mélypontok, közben egy érkező min és annak az érintése egy volatility squeeze -zel. alapvetően hetes idősávon, a kilátások jók, a konszenciót trend szerkezet viszont 2-3-ból, és ahogy mondtam, igazából a 66 ezer dollár fölötti mozgás hozna vissza nekünk egy jó kis intakt 3x3-as konszenzió trendet itt a hetes idősávon. Három napos bitcoin grafikon itt azt látjuk, hogy jelenleg pozíció felvételére indikáció még nincsen. Eresi medvés területen van, és alulról közelít vissza az 50-es értékhez, a saját minnyét is, aminek csökkenni kezdett az értéke, a 30-as mozgóátlag, azt is jelenleg alulról közelíti. A mozgóátlag, a magas mozgóátlag 66 ezer dollár magasságában jár. Itt a három is az a helyzet, hogy 66.000 dollár fölött tudna a piac szerkezete, illetve a trend szerkezete az pozíciót mutatni nekünk a konszenció rendszerben. Ha megnézitek egyébként, itt is kivehető ez a mélypont és ez a magasabb mélypont, illetve ez az eresi mélypont és ez az eresi alacsonyabb mélypont, tehát a fordított divergencia az itt is látszik a grafikonon. Egy napos bitcoin grafikon, nincsen pozíciónk gyakorlatilag 68.500 óta, most elindult visszafelé egy korrekció, a két rövid mozgóátlag már fel tudott keresztezni, a mínünk az jelenleg 66.000 dollárnál jár, e fölött kellene mozogni a bitcoinnak ahhoz, hogy kereskedési rendszerben pozíció nyitására legyen indikációnk. Itt is lehet látni a fordított divergenciát, csúcspont, mélyebb csúcspont, az rsi pedig csúcspont, és alacsonyabb csúcspont, tehát nagyon szépen végigvonul a napostól fölfele a háromnaposon át a hetes csártig ez a trend folytató divergencia, ugyanakkor itt is 66 ezer dollár a határ. Az az érdekes helyzet van, hogy mind a hetes, mind a háromnapos, mind a napos idősávon jelenleg ez a 66 ezer dollár az a szín, ami a trend szempontjából egy választóvonal, 66 ezer dollár fölött az összes idősávunkon a konszenció trend szerkezet az hirtelen elkezdene javulni. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Már ennyit röviden a bitcoin piacokról. Alacsonyabb idősávokkal, swing csártokkal és piaci struktúrával majd inkább holnap foglalkozunk, mert mára ez már elég hosszúra sikerült ez a videó. Remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis reggeli tűnyögéseket, és ezek segítenek nektek abban, hogy kicsit jobban átlássátok az átfélmozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben ez így van, akkor holnap reggel találkozzunk újra. Addig pedig szép napot és jó kereskedést mindenkinek! Sziasztok!